A mi bűneink okozták Krisztus szenvedését, de ő az egyetlen, akinek végtelen a méltósága, akinek minden csepp vére és minden szenvedése egymagában is elég a világ váltságára. Ezért mondja Aquinói Szent Tamás az üdvözítő véréről, melyből elég volna egy csepp hullni rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. De Jézus nem méricskélte a maga áldozatát, ő teljes lelkéből szerette az atyát. Nem a kötelező minimumot ajánlotta fel, hanem a teljességet, ami az ember számára maga az élet. És ezt a teljességet áldozta fel az atyának, értünk, emberekért. Bennünket is így szeret tehát, Istenségének teljes méltóságával és emberségének teljes odaadásával. Krisztus a kereszt magaslatáról is tanít. Isten parancsát, a fő parancsot, a legfőbb törvényt tanítja nekünk, hogy mi is teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből szeressük Istent, az örökkévalót, egymást pedig, mint saját magunkat. Mert ez nem veszteség, ez nem lemondás, hanem harmónia Istennel és a világ mindenséggel. Ebben van életünk és boldogságunk. Mi egyetlen boldogságunk, Szent Keresztfa, sírva áldunk. Amen.